A remek rajt után a bajnokság második fordulójában az A Studio futszál Nyíregyháza vendégeként szerepel címvédő futszál csapatunk. A hazaiak a Berettyóújfalu elleni idegenbeli 2-2-es döntetlennel indították a szezont, így önbizalommal telve várhatják a mieinket. Ettől függetlenül a Nyírbátor 7-2-es legyőzését követően egyértelműen esélyesként léphetünk pályára a nyírségiek otthonában is. Sikerült nyernünk az első fordulóba. Biztos vagyok benne, hogy teljesen más mérkőzés lesz, hiszen tavaly is kiélezett csatákat vívtunk a Nyíregyházával. Ott Nyíregyházán ráadásul egy vereség és egy döntetlen volt, ha jól emlékszem, a tavalyi szezonban. Félképpen én azt gondolom, hogy a védekezés, minél kevesebb kontra lehetőséget kell adnunk a Nyíregyházának, illetve nyilván a támadásainkat minden jobb százalékba befejezni. Szeretnénk begyűjteni ott is a 3 pontot. Nem volt könnyű a felkészülés, hiszen kevés információnk van, és eddig csak egy fordulón vagyunk túl. Azonban megnézzük a mérkőzésüket, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni. Tudjuk, hogy erős csapat találunk szemben, tele kiváló játékosokkal. Az első és legfontosabb feladatunk, hogy a védekezésünket megerősítsük, mert tavaly nem sikerült győznünk náluk. Most egy újabb lépést kell tennünk a fejlődés felé. Biztos vagyok benne, hogy jól fel fogunk készülni, és természetesen a 3 pontért utazunk. We go there, of course, to 3 points. A Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésünk augusztus 16-án pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Amennyiben a találkozót a hazai csapat közvetíti, úgy a közvetítés linkjét közzétesszük média felületeinken. Hajrá, Hali!